Autó schon drin. Hallo, hallo. Hallo, sziasztok. Hello, sziasztok. Mindjárt csak a royálos pótkocsit föl kell rakni még a... Meg? De jó, és most nekünk is van hangom. Nagyon jó. Na, jó. Már keres a Ward. Nem. A Royal Game, a royálos pótkocsi a sima póthoz van, csak mi? Oldal az a főbb, könnyezett oldalfalú. Könnyezett a falu, a kemény oldal. Jó, de nem márkás pótkocsihoz, hanem márka nélkülihez. Igen. Hát, akkor vennem kell. Nézd meg, hogy meg tudod, hogy kimbó adja. Úgy emlékszem, hogy talán nem. Hogy hívják rá? Biztos, arra a tandemet használta, arra biztos, hogy... Hát a tandemre az tuti, az megint más, persze. Na, akkor vásárolunk egy pótkocsit. Mi baj lehet? Találni. Keresgélek még. Építés, testre szabály. Mit szólnátok, Dijon, Franciaország? 1032. Akkor vállalom. Várj egy picit. Most még bűvészkedek itt a pótkocsikkal. Ja, nyugodtan. Utána, hogyha csatlakozol, akkor azt hiszem ide is repülsz. Ja. Csak még itt, na, nézzen ki valahogy a pótkocsi, nem csak itt. Ja, közben. Hát... Amik egész. Nagyjává hát a kis... Amik egyél. Látok? Folytatódtak. Eps. Hát olyan... Ettem elé. Most indítottam volna a live-ot, megint nem indítottam. Per. Esbe. Elméleti. Ik. Aztán majd lehet. Persze. Meg reméljük halljuk is. És ja. Mi biztos? Hát nézzük meg. Hát reménykedek benne. Jól fog működni. Art. Lehet, hogy témáim. Mert csak... szép hozt menni. Igen. Jó. Vásárlás, hova tesszük Göteborgba?
valami, nekem a hangom eltűnik. Mert beszéltél. Szia, Bandi! Szia, Bandi! Beszéltem, de valamiért mindig eltűnik. Lemarad a szó vége, meg lemarad a, tehát a mondat vége is. Valamiért elmarad. Most jól hallottam vissza. Én is. Már most állítottam rajta, a valószínűleg azért. Az érzékenységen kell valószínű. Na, úgy néz ki, hogy ez is úgy kezd aktualizálódni. Hello, szia Andris! Hol kell felszedni ott hátul? Akkor megyünk egy kört. Várjál. De elszoktam már itt a dolgoktól. Azt mondja, hogy... Ja, konvojok. Melyik konvoj? Tibisped? Igen. Jaj, még ellenőrzi, hogy minden megvan-e. Oké. Csöppet mellé kukálni. Amíg ez ellenőrizget, tőjtök egy cigit. Ezt találna, jó? Vagy majd kiderül. Csatlakozás? Mi a jelszó? Az én nevem nagy téve. Béla. Az nagy téve. Hát az nem jól néz ki, vagy? Megoldjuk valahogy. Hogyan ugrunk? Ja, vissza a garázsba, mi? Nem. Azonos munka elvállalása túl a konvojba. És nem. És akkor ide dob. Oda dob? Elvileg ide. Tényleg oda dob, feldobja a gyors utazás lehetőségét. Akkor gyorsan bepakolunk, sikerült itt bekillódni magunkat. Úgyhogy... Már Habsi is itt van a szervizben. Na, az jó. De harap, hé. Harap a kacsa. Ja, vissza kell szokni. Mostanában csak a Citroent hajtom.
Az nem harap ennyire? De harap, de nem ilyen hosszú. Ja, értem. Megvárjuk Hamcit, jól van? Persze, persze, megvárjuk. Igen, Andris, nem voltunk fent, mert kedden megjött a kormány. És azóta eltérsezünk. Megpróbáltam volna streamelni tegnap, ami sajnos nem jött össze. Most se akart nagyon összejönni, de ezt a végén csak összehoztuk itt a dolgokat. Úgy néz ki, hogy most alakul a dolog. Nézd, ilyenkor megállám az összes ai. Ja, mikor nem akarsz menni. Uh-huh. Hát de az a farmingban is úgy van. Hát már mondtuk sokszor, hogy innen kérték kölcsön a kódot. Egy kicsit meghúztam a buszt. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát egészen más vele játszani. G923-as egyébként. El fogsz férni, Hamcu, vagy menjünk előrébe? Ó, de szép hótkocsia van valakinek. Ugye? Aha. Valahol hátunk kell legyen a fogalmat. Úgyhogy sikerült összerakni, beállítani, Tibi segített kedden is, meg szerdán is beállítani a dolgokat. Viszont, hát a streamhez nem tudtam beállítani normálisan, hogy gombról tudjak csacsogni, mint egyébként szokott beállítva lenni. A pustatok egyszerűen nem tudja beazonosítani a kormányt, nem tudom oda feltelepíteni azt a gombot. Úgyhogy majd most kiderül, hogy hogy fog ez alakulni. Itt autószervíz is van. Hozom a Citroent, lassan megint olajcserére kell. Hát amennyit mész vele, tényleg. Ja. Ahogy mondtad valamelyik nap. Hát ha minden hónapban lecsavarok 5000-et, akkor 3 hónap az olajcserére. Körülbelül. Na de hát, hosszú élettitka a autóknál is. Igen. És ugye hiába ír az autó 30000-es periódust, maradjunk csak a 15000-nél. Ja, hát az enyém is úgy volt, hogy 30000-es. És szervízbe én is beállítottam, hogy hát jó lesz ott a 15000. Ja. Ezért főleg az enyém városi használat. És van minden. Meg egy nagyon kevés távolsági, de inkább az, hogy meg legyen csinálva minden, aztán jó legyen. Jaj, Andris, reméljük jó lesz. Eddig legalábbis minden okés. Rátraktam a kormány, most már nem kell a head tracker, mert tudom forgatni. Ki tudok nézni teljesen hátra. Másik irányba is el tudok nézni, körbe tudok nézni. Úgyhogy csomó minden sikerült beállítani, sokkal kézre esik minden, sokkal érzékenyebb. Akkor indulhatok, Lapci? Itt vagyok már mögöttetek. Akkor útra mi? Ó, milyen előzékeny, még villog nekem. Igen.
Itt azt csinálják. De rendes. Már változtattak az aim valamit. Á, neki jön már, de... Mozgást azban nem lesznek ilyen aranyosak. Hát, tegnap te neked ment beléd? Ez tegnap előtt volt? Így tankolnom kell. Tegnap is volt egy pár. Az tegnap volt szerintem. Lesz benzinkút, Laci. Látom, oké. Menjek arra? Benzinkút fel. Menjünk. Mehetünk arra. Na, nekem tankolni kell, már írta, hogy fogytál az üzemanyag. Jó, arra is lehet valami is. Éppen Andris, reméljük, hogy tud már jönni és avatni. Oké, rendben, majd mi várunk vissza. Látjuk. Ez a balra kanyarodik ilos kápa, csak bíztek el. Tudod, a szokás a gördeszkásoknak volt itt ő. Ja, igen. Megvárjuk napcit. Jövök már. Fordít váltatok be az üzemanyag kótra. Hát az természetes. Egyértelmű. Nem így kellett volna? Vissza Románia. Most mi? Indulhatunk? Én jöttem előrébb, hogy Zsabci meg tudjon előzni. Ja? Sereghajtó lesz. Megyek én utánatok? Sereghajtó lesz. Roy szeret hátulról fedezni. Így van. Elcseszed a kuket? Azaz. 1200 liter tankoltál, az azért nem kevés. Én tartom a fogalmat. Ó, oh, megyünk Dániába csónakázni. Ott beesik a csónakázás? Azt mutatta, hogy arra felé megyünk. Biztos. A tábla. Ja igen, a hajóút vár rá most. Na, tessék, a két idióta! Hát nem láttad, te idióta, hogy ott van az elsőbségadás kötelező tábla? Hát vak. Hát nem láttam. Egymást zúzták le. Hát az na, lényeg, most nem másik. Tőle. Jaj. Hát is. Na? Hát lő. De hogy talom, mert akkor még annyira sem mozdulnak sehova, már megmozdultak. Mondom én, tiszta Románia.
A bárok viszont a izéket szépen veszik. Olyan szépen a kétsávos körforgalomban olyan szépen közlekednek, hogy apám. Volna mit itthon tanulni. Sehol máshol. Végül is. Vannak bajok, de a cipzárelv szépen működik. A kétsávos körforgalmat szépen használják. Sokkal szebben, mint mi. Ugye nálunk azért jöttek be ezek a turbó körforgalmak, mert senki sem tudta, hogy kell használni a kétsávos körforgalmat. És ugye mostanában sokat rohangászok Romániába, ott Nagyvárad magasságába is, ott van bőven kétsávos körforgalom, és olyan szépen folyik a forgalom, hogy öröm nézni. Majd a felsőt választhatok, jó? A jó kázás. Rajci. Igen. Nappal se sokkal könnyebb. Nappal se sokkal könnyebb. Odafigyelős. Csak egyfelé tudunk menni. Felugrok. Ha mondom, Larkóba. Nagyobb van, nagyobb. Bekanyarodunk. Le is fordul. Na mehetünk, Tibi. Úgy látom, Roy is megjött. Oké. Okay. Be volt húzva a kenzifény. Ja? Olyan van? Nem akart elindulni. Előfel. Ajaj, de még ha ennyire. Tegnap, meg tegnap őt Angliában, mint te raliszt. Forgalomirányítás volt, Marci? Volt. Voltak is késések.
Figyelj, ez nem a japán vasút, hogy lemond a késés után, ami az Isten. Megjelentélet. Közlekedési miniszter. Hát az lemondva. Mit érdekli az a forgalom irányítom? Nem, mint a fejedre. Az biztos. Hát itt néhány vonat nem oda ment, ahova elvileg. Néhány vonat késett. Hát kerülővel mentek. Volt. Ja, nem is kellett volna behúzzak, nem mindegy. Játékban? Vagy élesben? Na, uh-huh. Játékban. Ez Giga hibája. Ha, ugye? Hát ő nála láttam. Azért, hogy... Na most ti itten mit csináltok? Bementél baszki a belsőbe, azt akkor én nem haladok. Ha, rád rántja vagy? Akkor megyek vissza vasutazni. Nem, ez kultúrált sofőr. És a ízése jött ki elém, rálépett a fékre inkább. Van engem is. Kémében. Lehet, hogy tényleg piszkáltak valamit a izén. Az aikon. Ezt már olyan sokszor hívjuk. Hát igen. Mondjuk ez is igaz. Az a baj, hogy tudod, az elején ez így működik. Meg így csinálja a dolgokat, aztán egyszer csak jön a fél óra múlva fél óra játék adunk. Után, vagy egy óra játék után megjön a sajnos a csalódás, a fekete levő. Ja, ez a beltetés. Ah, igen. Kamera beállítás, hogy csináltam meg? Jaj, csak... Majd megfogom. Nyomkodtál össze-vissza, ott valami lett. Nem. Majd, ha megállunk valahol... Majd megmutatom. Több közel van a célpont, csak 1400 km. Ó, hát az mit pikpak. Ja, persze, a... Ja, akkor már végig. Ebből a felle állít. Nekem is egyébként bal oldalon van egy jobbra balra, felle. Felfele. Fejből el tudom meg. Felfele nyíltal. Belső nyílt. Állítva. Akkor nézi. Akkor nyíl. A lefele nyíl, meg a hátra nyíl. Hátra nézlek. Meg van egy plusz nekem. Ha? Ha? Arra van ráállítva. Nem igazán lehet. Hát így. Hát
Ugye, hogy kormánnyal kívülről nehéz vezetni. Zavaróról? Zavaró. Mert ahogy mindannyian vezetünk autót, és megszoktuk, hogy azt bentről vezetjük, szerintem. Nem kívülről látom a Citroent. Igen. Főtjében... Ugye eltévedek-e, de nem. Én megyek utána, ha te eltévedsz, én... Hát, ugye csak a fülke beállításokba lehet az ülő hátra. Azzal tud állítani. Sőt, fel-le is. Fel-le is tudod állítani. Állítani a szöget, hogy milyen szögbe ássad például. A dolgokat, hogy most 75 fok, 86 fok. Többi, tehát ezeket is. Állítani ezt az F3-val. F4 valahogy így. F4, ha jól van. F4-jel hívod be azt a menüt, ott tudod a fényszórókat. Fényszórókat, a tükröket. Tükröket, így van. Ajjajjaj. Én így ráközelítem. Átvenne másokat, megnézem. Na, erre kijön. Előttem egy Dacia tesztet. Fülkebeltás most van, ez az F4. Az F4-et. Meg. Ott írja, hogy milyen gomb. Hagyjuk a pályát, úgyhogy majd kihúzok. Oké. Középső is megy ki, látom, úgyhogy... Akkor... Csak még mondtad is. Videó van róla. Hogy Andi is tudom? Aki még nem látta, az hallott. Andi is szoktad. Hogy hát, az nem látta senki, és ez Emir Prime. Esik meg, látok ti. Hát most éppen nem, tehát úgy zajlott a nap, hogy esett kicsit, akkor utána semmi, aztán zuhogott nagyon, aztán semmi, aztán megint kicsit esett, aztán elállt, akkor jött kurva nagy szél, ez volt egész délután, és az szerintem elvitte az esőt, azóta nem esett. Igen, remek idő volt. Jó. Reméljük sem. Ez, hát délután már szóval, azt hiszem, hogy holnapra már javulást jósolnak, ha minden igaz. De volt ettől a vélszihető szerintem, olyan fejfájásom volt. Salibant kellett bevennem. De azóta nincs hál' Istennek.
És felétek milyen idő? Arra. Aha. Nem volt jó, esett az eső. Felhős. Deprecen. Na, a Boba elment kocsmára. Na. Már nézze, 3000 euró volt elkezdve. Hát ott más is volt, nem csak kocsmázás. Hát abban már kocsit lehet venni, biztos. Hát Hollandiában van, vagy merre van? Piros lámpás negyed. Amsterdam. Amsterdam vagy? Szerintem biztos. Na. Német határ. Dán. Dán német, igen. Most, hogy ahogy felett csülve, kettő. Nézd meg, is megállnak is. Na jó, de ez tegnap nem volt ilyen. Nem. Na most itt vagyok én is. Lehet, ja. Na, azt akkor... tudják, hogy viselkedni kell. Itt a forgalom iránytól is. Így van. Erre küldje a vonatot. És hogy... nyomtam egy kört. Nem? Jött is volt. Kelet, amit eddig már bejártunk. Ott olyan, hogy telephelyemben. Én legalábbis a főút az sárga volt, a telephely sárga volt, a közt... Meg gondolom átalakították az utat. Valószínű. Van, volt itt sok változás is. Látjuk, majd lehet itt. És hogy erőhely az, hogy ez nem a promózban változott, hanem a játékban, mert hogy a promózot nem kellett frissíteni már régen. Hát a promózot majd most szerintem megint akkor fog kelleni, mikor bejön valami új ízé. Igen, mikor új verzió. Vagy új verzió, szerintem az 1.44-nél majd megint. Most azt reklámozzák már, igen, úgyhogy van. De, hogyha az 1.44 de olyan dolgok nem változnak, akkor nem biztos, hogy kell. Mondjuk az igaz. Valami változás lesz a bejárható területről is. Igen. Igen, tudom. Azt, amit most hogy, válaszoljuk el, hogy fogja, azt tudod, lesz rövidítette a dolgokat. De ott már előre tudja ezeket, lehet, hogy amit használ, ahogy mindig berövidít. Maradva mögött. Hát meg! A kurva anyádért fékezel! No, mi történt? Ez a nyomorult befékezett itt előtt. Befékezett. És lett valami? Hát belement sor. Pedig vigyázok rájuk, úgyhogy nem miattam fékeznek. Nem volt előtte semmi, fékezett. Szép. Gondolom ez a kiáró itt megzavarta, vagy nem tudom. Hát ja. Ennyi. 13% a teherautó. 8% a pótkocsi. A szép új pótkocsi. És a rakomány? Az 1%. Azt elfogadható. Jelj csak. Csak majd mindjárt megállunk. Akkor majd... Jó volt.
Nem tudom, nem vagyok én olyan, mint ő. Ez büntető tévizés volt, jelesen. Például itt is nekem tök szűrik le az út. Igen, hát mint hogy a... Nekem is. Lát, menjünk. Valahút. Felállsz a... Igen, igen. Terelvényre. Például nekem is sárga volt a hozzád. Az... Ott állsz jön. Épp ez beszélt. Úgyhogy hát most... Rendszeresen jártunk át meg. Nem, hát ugye írják is a frissítésekbe, hogy az utakhoz is, most a városokhoz is valamennyire hozzányúlnak, az utakhoz is. Hát bővül, gondolom. Mert ugye 10 éve nem változott, szóval... Igen, igen. Jó van, az Németország bővül. Ugye, ami magja a játéknak, az amióta kiadták, nem változott. Hát most biztos változott, mert mondom nekem olyan szűr, a legutóbb, nem, hogy... Németország, Franciaországnak a csalagutas része, Nagy-Britannia, azok olyanok, amilyenekkel eredetileg megcsinálták. Azt ugye most szépen frissítgetik, mert van mit. Dijonba megyünk. Mondom, hova megyünk mi amúgy? A mostán az ájába. Palackhoz a vizet viszik. Azt tudja, a mostánhoz kell. Hát figyelj, nem mindegy. Hát ez az. Én már nem 24 tonnát viszek. Összetört egy pár. 1%-a már kifolyt. Vízért nem kár. Sörért? Na az kár lenne. Ugye? Belsőbb egy értek, mert egyenesen haladunk. Ja, egyenesen. Basszus. Én meg pont most mentem ki a külsőbe, hogy le kell fordulni. El vagyok én bambulva. El vagy szok. Hát igen, most 4 napig nem ültem nagyon autóba. Nem is kívántam. Ah, nem. Sem az embereket, se az autót, semmit. Nem hiszem. Nem baj, kezdődik újra a Dili ház. Én már nem le se állt. Folyamatos? Igen. Vannak ilyen időszakok, ez van. Ja, persze. Hát egy. Nekem is a májusom az már valamivel nyugisabb lesz. Már csak egy munkahelyem lesz. Nálam nagy, vagy lesz. Izé, viharpüspökivel lesz váltásom.
Na? Amúgy, ő az Isten, a múltkori nagyfőnöki elbeszélgetésemnek úgy néz ki, hogy csak van valami foganatja. Nem mondod. De, mert most néztem, jött az e-mail, hogy aki ruhát szeretne, az nyugodtan kérjen, mi az Isten, írja meg az igényét e-mailbe. Meg mi egymás. Ugye én mondtam, hogy én azóta nem kaptam ruhát, amióta felszerelkőztem a cégnél. Az meg 2015-ben volt. És úgy néz ki, hogy azért van valami nyoma neki, hogy azért ott voltam. Igen, hogy megköszönhetik mások. Ja, mindegy, én már nem írok nekik, hogy kell ruha, mi a francnak erre a fél hónapra? Persze, hogy is csak visszakérnék. Hát nálunk most, hogy el, megjöttek az ok. Bandának a Fasza. 9%-a nem jó. Csak a nadrágról beszélünk. Kínából rendelték? Nem. Hanem ami előzőleg volt méret, azt vették alapul, és akkor az alapján rendelték be. De meg nem kérdeztek volna minket, hogy esetleg hisztál-e, nem hisztál-e. 20 éve hisztál-e. Körülbelül. És ez meg ráadásul gebb, pasztosabb, stretchesebb a nadrág anyaga. Oh. Az előző az ilyen olyan volt, mint egy ilyen PET palackos vízmergető. PET palackot rá nagy. Ráfújtak. Lábben. Ez most legalább szellős. Na de nem jó. Embernek. Abszolút. Az csodálatos. Azt majd mindjárt megállunk. Gyorsan. Dibbi, ha találsz egy pihenőt, akkor megállunk ezek én szerint. Én megálltam. Na, az. Ja? Itt vagy. Rax. F4. Ülésbe áll. Ülésműtés. Itt van a... Ezt lántottam. Itt a szöget 8-ra vettem. Ülés az átra van rakva. Magas sem. Nem. Kormánynak állított. A többi. Okés. Jaj. Kienged az autó. Ne idegesíts fel. Mondom, nem idegeskedek, kienged az autó. Látta, hogy indexelek kifele és kiengedett. Tök valami. Nagyon. Mehetünk. Szívesen. Ja, mert rendőr volt. Akkor megyünk. Minket is kienged. És mennyiszer volt, ami tök szürke minden. Ez biztos, hogy átvariálták az ő támozatát. De nem baj, hát hadd frissítsék. Na, persze. Lementél Hannoverbe? Nem. Álló sem.
Nem baj, kell a vér. Hát most... Persze, jó a frissítés, hát. Felmész a pálygónak. Bárminek. Hát ez is alatt. Változik. Hogy? Felüljáró. Bármilyen. Hát ez is fogja persze föl. Az egy alap már, nem? Ja, az abszolút. Mintha a színek is másabbak lennének, vagy csak én nekem tűnik? Szerintem másabbak, igen, az utóbbi frissítésben más. Élénkebbet, nem? Más. Várj, mert Tibi neked írt most Andris valamit. Hát most nem vált a Twitch nézetre. Ez beláthatatlan következményekkel járna. Kire? Csak azt látná, hogy Tibi röpül. Körülbelül. Levágja az utat. Tibi megy egyenesen. Egész Dizsori. Bim-bum, kicsi kocsi százzal, té. Ugye. Csodás helyek vannak. Uh-huh. Előfele is. Persze. Igen. Ez eddig nagyjából egyenesen kellett jöjjük, nem? Nagyjából egyenesen.
Szinte nem is kellett letérjünk sehol. Hát meg ami változott, az a kamionok útjának a feliratai, a színezések sokkal változatosan. Nem baj. Okay. Ez sokkal jobb így szerintem. Már uncsi volt, hogy mindig ugyanazokat a teherautókat, kamionokat kerüljek. Ja, persze. Mondom én, hogy valami változás történt a játék készítőjénél, mert valahogy mostanában több tartalmat csinálnak hozzá. Folyamatosan. Ez a felfüggesztés, hogy leengedhető, felemelhető lesz majd. Ugye Titusnál volt, annál Volvónál volt probléma, hogy nem tudott némelyik pótkocsi alá be csúszni, mert hogy magasabb. Nem tudom, hogy ez úgy fog-e működni, hogy csak a műhelybe tudod állítani a hasmagasságát a teherautónak, vagy így menet közben tudod felfüggesztést. Van egy videó fönt róla, nem nézted? Nem néztem. Úgy mutatta be a videó, hogy mikor tolatsz rá például a pótra, akkor leengedheted. Ó, az de nagyon jó. Oda tolatsz és fölemeled. A lényeg. Igen, mert ott neki több eset ala is egy. Igen. Ami azt sem tudott aláállni és nem tudta felcsatolni. Az ilyen túléletes. Jobbra kimegyünk. Koksa. Az nagyon jó. Utána, hogyha végzünk, nézd meg. Ha megnézem. A rákat. Már itt előttem, tohonya. Az anyád, úristenit. Hát a Steamnél, ha rákat tintasz, akkor mutatja. Bazd meg! Hogy csinálod izgalmas a játékért, hogyha... Igen. A Roy csak nézi hátulról, hogy mit művelek. Én kulcogok magamban. Itt erről meg nem történik semmi. Pedig már egy ezres letoltunk. Igen. Hát 620 km van hosszú. Hát jó, abban a hajóút is benne volt. Azért az életben nem megy így kezdes, igaz? Ez elég gyors kocsi kéne. Igen. Bízd ide a Citroenre. Fogd meg a sörök. Igen. Is ismeretlen a környék is, mert máshogy vannak a fák is, meg minden, szóval attól függetlenül nem csak az, hogy most a térkép úgy jelöli, hogy nem jártál még erre, de körbenézel, akkor úgy ismeretlen a terület is. Sőt, lehet, hogy ez az után is volt, de áthelyezték. Ez nem lehetetlen. Kimegyünk jobbra. Na megint tötymörgők. Szerintem azért, mert hogy kereszt az ödésen, nem betűnik. Teljesen jobbra kitérünk.
Európa hídasszonyja. Ez a digitális tábla is itt. Sőt, ilyen digitális tábla nem is fog. Nem ám. Ezért mondom, hogy nagyon jó. Alak. Szóval. Igen. Graffitik a hangfogón. És nem 40 euró a játék. Igen. De ennyi, hogy kell. De bármilyen, hogy beszéltük, hogy pont akciós, hogy akciókák. Mit? Már akciós a farming. Képzel. Farming is. Ú, veszem meg fele. Hent. De ugyanennyi a season. Ja, szerintem Forza, a Forza 4 is. Felett akció. Hát egy kettest, ha ledobnak előre, akkor megveszik a season pass-t. Na, ez a Hilton szálló se volt itt. Basszus, ismerős ez a környék, ezt... Hú, ezt valaki lemodellezte Transport Fever 2-be. Láttam YouTube-on videót. Elég. Elég sok. Ezt a Hilton szállós csomópontot, ezt megcsinálták Transport Fever 2-be. Igen, én ennyire elszakadtam, miért nem szóltok? Emiért. Egy helyre megyünk. Előbb-utóbb úgy. Hát még valahol megmutatok. Még ahol kocsolt akciót rátok, hiszem, hogy közel voltam. Hát azóta kocsoltam én már. Ja. Csak ne szögedélyes legyen. Az arc. Rembe jó. Na itt már sárga minden, tehát erre jártam már. És akkor utána szürke. Hogy elhagyjuk ezt a pihenős. Na, itt már dugó van. Feltartod a forgalmat, Tibi? Igen, én voltam. Na, én nem jártam erre. Áll az aj, és várja, hogy elmenjen. Ne vizzátok el. Alamuszig megjöttük. De lehet 100-as dízel tankoltam azt az önmegyek szkálja. 100-as dízel? 3 meg. Alakulna. Ó, én nem is néztem, hogy mennyire dolgoznak. Jó dolgoznak, mert 3,7 misin volt, most 3,9. Hú, de jó lász. Euróba. Tudom. Én meg sem mondom. Egy ilyen fuvarat keres. Igen. Ja, jó, hát na. Megszunk. Felhaj. Tudod, mennyim van, Hanci? Van. Elég. 382,2 millió euró. Szép. Megérte cheatelni akkor. Nem cheateltem.
nekem a kezdetek óta ez a profilom. Azt hittem, a kezdetek óta megvan ez a lóvé. Ja. És akkor nem cheateltem, mi? Nem, évek óta ezzel az egyen játszom. Hát úgy persze. Hát fullon van, nem tudok embert fölvenni, mert nincs ember. Ja, az szép. Adél. És csak 70, jó, haszom, 71-2 vagyok most valahogy így szinten. Hát igen. Igen, igen, azért nem tudom, most haszom 72 talán. Itt hol vagy, Titus 100-as volt. Haszom. Aha, le volt állva a motor, jó van. Mi még nem vagyunk 100-asok. Sose voltam. Azaz. Így is elhagylak titeket, csak 85-tel megyek. Mindjárt a hapcír neki megállt a... aki. Leállt a motor. Hát az előfordul. Sérülés, nem? Itt nem lesz szerviz, mert ugye itt autópályák vannak. Viszont már csak 400 km. Azt már kibírja, meg fejebb rajtól. Ennyi? Ja, én meg húzzam. Azt még konvoj módon megoldhatnák, hogy lehessen menteni a másikat. De az csak pótkocsi nélkül? Hát csak is. Motorhiba. Tizenvalahány százalékos a sérülés? 13. Hát igen, ott már szokott jelentkezzem. De nem lesz vészesebb, csak leáll újra, így lesz kész. Ott is valami 15%. Igen, hogy nem sikerült. Automatát vettem. Nem kell. Mást. Elakom. Ő, milyen port csináltál te magad mögött? De miért? Rázta a kormányt is, nem tudom miért. Hát nem tudom, mert egy gyaj itt van, az erős között. Szerintem mi az istenelték? Nem jól csinálták meg az utat, lehet. Ha, remeg a kormány, úgyhogy. És csak a belső sávba. Az, én jöttem ki a külsőbe, nekem nem remegett. A külső, ott nekem remegett egy... Ott szennyeződés volt az utam. Vagy fel van marva. Ez is lehet. Nekem is rázta a kormány, meg borzó. Nekem nem, pedig be van állítva. Mehetek 90-nel, Hans? Én most is 90-nel megyek. Oké, akkor csapatom. Ögötted ez a kis teher, nem tudja, hogy mit akar. Én sem tudom, mit akar. Ibe kóvályog itt össze-vissza. Ugyan egy benzinkút lehet azért.
a múlva. Benzinkat, a másik. Nem baromság. Igen, a keresztezőt és meg a benzinkat előtt csinálják. Meg a... ilyen fizetőt akarják. Ó, hogy a rohadás egyen meg benneteket, mikor iszok éppen. Zaklatnak az elég, mikor iszol. Hát igen. 2400 eurót keresett a sofőrön. Szóval nagyon kezdő rá. Annyi mi? Nem tudom, mindjárt határ. Ugye azt lesz kit fővenni utána, mi? Jó. Elbusszal. Na de, hogy nem. Háromra. De, át tudok csoportosítni. Ja, azt nem lehet, de egyik garázsból tudok át, akkor a másikba ember. Ő már Franciaországból. Én is. Mindentől biztos lesznek fizetők. Ja, tényleg. Na, ez meg fékezget előttem. Hát vigyázz, Hatszi, ez a barna káskája, ez fékezgetős. Aha, jó, láttam előtte a kamion is. Igen, sok kamion megállt. Valami baj volt. Mulhouse városába találtam. Azt a mind. Milyen Dr. House? Hát olyasmi. Nem ilyez itt az. Hát az az. Itt állnak, mint a... az. A lakodalomba. Igen. Valahogy megálltok, valami közben van, hogy próbáltam a loketet. Oh. Áll, ez is belassít. Nem olvasod a csetet vezetés közben. Hát igen. Veszélyes dolog. Telefonozunk vezetés közben. Szeretünk. Ja, ja. Persze, itt az utolsó 200 kilométeren tölt össze. Persze, csak egy százas dolog. Igen. Igen, régen 50-et dobott vissza, most meg 100-at. A rend éber őre totymarag itt előttem. Ó, TGV. Megelőzöd? Nem, mert éppen voltak mellettem, de mindjárt. Igen, megvannak azok, vannak a másodperces eltetés.
véletlen állni kell. Vagyis hát van rád 20 másodpercet. Á, igen. És itt az első. Ha bedobok 100 bitet, kitéhozol. De? No, hát itt Franciaországban a két belső sávban záthajtok, jó? Hát tényleg. Hát volt hiba. Anyol. Vagy cél. Ez egy olyan célt volt, mint az enyém. És nem jött belém a kamion tényleg, mintha változott volna valami. Ilyenkor van belém szokott. Hát ha változtattak, na akkor ezt kérjék kölcsön a farmingosok. Körülbelül. Ezt a verziót. Beszorítanám. Ó, kiabált. Na tessék. Szendvics lettél? Á, majdnem. Te lettél szalámi? Két kenyér, harmadik. Hát, ahogy fejlődik az ember, hogy ugye a dolgozók is fejlődik. Most már cirka 4-5 éve csinálom, vagy játszom. Úgyhogy lesz a sok-sok kihagyással. Hát meg ugye a farmingozók mellettem. Hát meg egy játék. Így van. Hát megvették volna. De. Ó, mindjárt ott vagyunk. A te mondod? Motorhiba. Ó, mindjárt ott vagyok. A te mondod, te hangod. Híres autó szállítva. Miért nincs összecsukva? Kint van mind a két emelet és tetőn is. Ajaj, ki kell menni jobbra.
ez most határ, vagy... Csak ezért. Csak sima sorompó. Fizetők, akkor itt a külső sáv a ajtós. Változatosság kedvé. Be volt a pari hozzá. Most senki, nincs készpénz. Nincs apró. Meg átárol. Nem. Csak meg kell. Addig csordogálok. Láttam mindent a főkén. Az a jó. Most itt át is. Igen. Hihihi, vetted ám a kanyar. Ugye? Rúgtam kettőt a fékbe, aztán hajra. Azt láttam. Rámbor rakta. Hát szerintem egyik oldalon a kerék az nem nagyon érte a talajt. Motorhiba. Addig nevetek, nincs fél nem barabok. Csak nem már itten 18 kilométerrel cél elő. Csak nem. Csukott szemmel át a stoptávával. Új, én is. Nem. És megbírtálni szerencsétlen Merc is. Csücskes volt a dolog. Ott azért gyanítom, hogy kakapisi. Minden volt. Én szépen óvom. Ahogy a banditán. Nem. Egy piros lámpa van. Megállunk, Laci. Jó. Nem is működik a lámpa. Az előtt még működött. Most kapcsolták ki. Ja, az előfordulhat. Csak 40-es.
Hadszi, nem gyűjtöd a pontokat, látom. Nem. Van itt service hadszi. Hát én már lépek kifelé. Ja, fáj a hátsóm, aztán most én gyorsított ütembe lépek is ki. Mit csinál? Jó. Van még egy 440. Lenyomjuk. Vállaltam már egyet. Ja? Az rövidebb egy kicsit. Azt hiszem 350-es, valami ilyeső. Csak nem innen kell vinni. Át kell állni a másikhoz. De itt van a közelben a másik cég, úgyhogy. Mindjárt fölveszem, és akkor látok te is. Na jó, van, én lépek is, srácok. Köszönjük szépen, hogy játszottál velünk. Én is köszönöm. Na jó éjszakát, sziasztok! Szia, Haci, jó éjszakát! Nem is abba? Igen, már el is vállaltam, nem tudom, mikor látod. Nem látom, nem. Persze, hogy... Burgerzbe vagy hova megyünk. Azt hiszem az valami hal. Ja, hogy azt kérte Bandi, hogy kell a frissítés, mert hogy könnyűre lenne megcsinálni 100%-ig. Hát én igen, ez sose lesz 100%-ig. Hát ja, hát a maga játék. Térkép. Igen, igen, igen.
Van ilyen mosok rendjén. Oké. Úgyis rég mentünk ki erőt, Bart. Ja. Meg az ég. Tud, érünk reggelre. Igen, legalábbis hajnal. Nem, 6-19-re érjék az érjétést. Hát nekem olyan 6. Az út közepén. Ott igen, hogy kijött ott volt, ezt megállt. Már nem kellett kattrántani. Igazából messze volt hátul. Imádj. Hát, én ki is mentem. Szerintem az is hülyíti őket, hogy jönnek közepén. Itt sok minden ilyen, igen. Belső ugyanúgy a két belső. Vele, 30. Törtem össze van. 45-nél. Igen. Megállt a kamion és bang. Az jó. Rendőr az út szélén. Két belső. Hallom, megvibáltad. Így van. Vezető. Persze. Miért mindig kanyarban aggolok, ez hihetetlen. Ja, hát olyan nekem is szokott lenni, elég sík. Kimegyünk jobban. Teljesen kimegyünk jobban. Na, ez ügyes sofőr volt, keresett 73-ra. Az már nagyon szép. Ez hosszú út, mert ugye az 1400-esek napja, hogy én nekem is ilyen 69-esek. Ez ilyen 2000 km. Inkább a 3 km, én 2-3000. Nagyon-nagyon. Távon elkap. Az a baj, ez ritka. Igen. Már azért a játék szerint elindul a sof. Lehet látni az út. De mi is én. Hát hozzá, hogy éppen a kenő idejét tölti, meg... Igen, igen. Tényleg olyan. Egy heti. Fuvarból jön vissza üresen. Igen, üresen.
ez 92.500. Úgy látszik. Hát gondolom ezek azok a sofőrök, akiket még az játék kezdetek alatt. Nekem van egy sofőr, amely 10. Pászadő. Hogy sikerült összehozni? Felvettem, és akkor egyik alkalommal a másikra egyszer. Igen, van ilyen. Én is gyűjtöttem most a helyen, rábőt. Persze, hát ennek a játéknak ez nem megyünk. És ugye a hosszú kóval hozzá sok pénzt, meg a tapasztalatot. Én 5,3 körül kezdtem. Igen, igen, kell venni garázsba, mert felvesz el embert, és akkor majd dolgoznak szépen. Ugye én az elején azért csináltam nagy garázst mindenhol, egy benzinkutal mindenhol, de most már nem a lényeg, mert sokat tudok menni egy tankolással. Jaj csak, én majd kétszer tankoltam. Saját. Kezdő garázs volt. Szék helyre, jaj. Na ez mínusz 17.600, az szép. Ez elment a számi kocsi. Jó bevétel volt. És még szintet is lépett. Azt a rohadt tényleg. Na lehet eladta a kamiont is, hallom. Hát hallod? A szerelvényt az biztos. Azt tudod is. Megyünk jobbra. Mi? Ha? Jó. Jó kacifántos lesz. Vele kell fékeznem, mert... Először. Hát igen, az olyankor nehéz legyen. Majdnem olyan lejje. Igen. Csak itt most van mellékútra megyünk be. Fizetők a pénzt. Ahogy jön. Aluda, legyen kövér. Persze. De ez a butánbik fizetők a pénzt a külsős lesz a nocel. Azt mit? Észrablás. Ugye? Mi a kacska ringó?
Van egy benzinkút, tankolunk egyet. Tankolhatunk igazából. Természetesen szemből fogunk járni. Most nekem se sok szabadt lesz. És meg? Úgy látom, milyen között. Elég kihaltam. Hirtadozik pedig. Igen, már. Ez is. Nem jön semmi jönet. Ha hát előzni akarsz. Jól megnézt. Jó. Hát vele úgy. Hát nem jönnek? Nem jönnek. Záró. Aha, azt akartam, hogy... Nagyon komoly. Belógítam. Nyás is. Igen. Ez elég sok. Meg az, hogy régen volt. Konyolva. Régen. Előtte ugye a román, a török részen volt. Itt meg már régen vezettem. Most itt... Shoot a map. De semmit most visszaváltok. Ó, mekkora forgalom meg.
Igen, meg mi? Sőt, ha jobbra nézel, ott van egy fizetőnyomás. Igen, azt is figyeltem, hogy van itt minden is egyben hirtelen. Minden kívánságod így teljesen, igen. Na most nem váltott vissza az imáz. Na tessék. Megvan. Ez viszont nekem egy sárga. Hú, 90-es. Na, mindjárt nézzük. Hello, hello. És engedlek. Hátsul. Na, kiváló. 393. Megkuplom a szervizt. A régen szervizet. Igen, 8600 euró. Háros, 67%. Felfedezés. De az 10 liter. Na, akkor jobbat értek, hát 2500. Na hát, köszönöm szépen. Sziasztok!